Kedves nézőink, a Nagy László vers és prózamondó találkozó programjának részeként Iszkázon a Nagy László emlékház udvarán adott koncertet a Sebő együttes. Mi ott beszélgettünk velük. Sebő Ferenc azokhoz az emberekhez tartozik, akiknek meg volt szerencséje találkozni személyesen Nagy Lászlóval, és dolgozott is ővel együtt. Hogy emlékszik rá, milyen személyes élményei vannak Nagy Lászlóval kapcsolatban? Hát ő egy lenyűgöző személyiség volt, úgyhogy csak kellemes élményei vannak vele kapcsolatban. A énekvers műfaja akkor kezdődött, amikor mi megismerkedtünk, és hát nagyon lelkes híve volt ennek, úgyhogy volt olyan verse is, amit átigazított a kedvünkért, hogy jobban lehessen énekelni. A fordításainak is nagy hasznát vettük, mert a bolgár és egyéb népek költészetéből ő nagyon sokat fordított, és egy-két olyan dalt is rendeltem tőle, amelyet a mai napig is éneklünk, és sőt, ezek közül, a fordítások közül az egyik, az például egy általa is fölvállalt Nagy László versé változott, a Sólyomének, vagy ahogy a kötetében van, Kórus. Ez nem mondanám, hogy fordítás, mert az igazán a szövegét nem értettük rendesen annak a felvételnek, de mint a 16. századi költők, Balassi Bálint, egy meglévő dallamra írt egy szép verset. És hát erre büszke vagyok, hogy ezt ki tudtam provokálni belőlem, ez egyik legszebb szerelmes vers a magyar költészetben. És utána, ha jól tudom, erről kiderült, hogy egy lakodalmi énekről van szó ebben a dalban. Igen, tehát mókás volt, mert amikor Bulgáriába turnéztunk, eljutottunk egy olyan faluba is, Palikra is tébe, ahol mindenki tud magyarul, ezek a bolgár kertész leszármazottak. És hát azok harsogva élvezték, hogy a Laci, amiket fordította azok baladalokban, amiket ők ismertek természetesen eredeti formában. És ezt a Dilmano Dilbérót is ismerték, sőt, hát ez egy nagyon-nagyon ismert dal náluk, mert a lakodalmi szertartás része, és hát aztán nevetve kérdezgették, hogy hát aztán tudom, hogy az eredeti miről szól. Hát mondom, nem, de most már jó lenne megtudni, mert elég sokat nyüglöttünk vele, és kiderült, hogy nem arról szól, hogy ó, szállj le ide, sólyom, szállj le, ha mondom, hanem arról szól, hogy a paprikát hogyan kell igazgatni, hogy felálljon. Hát ezt a násziszak előtt szokták énekelni, úgyhogy ezért mulattak annyira a bolgárok. Hogy zajlott magával Nagy Lászlóval a közös munka? Leültek, ő mondott egy sort, ön dúdolt egy dallamot, hogy kell ezt elképzelni? Szóval nem így dolgozik az ember, ezt csak mások képzelik. Nem, én rendeltem nála dolgokat, tehát fordításokat, dalszövegeket, és hát mondjuk az egyik legérdekesebb ezek közül az volt, amikor a Bartók együttes számára kértem tőle egy verset, mikor azzal a szándékkal, hogy azt nem megzenésítjük, hanem ritmusra mondjuk, úgy, mint a lakodalmi csúlyogatásokat. Ez volt a táncbéli táncszók. És hát ehhez kellett a együttműködés valóban, elvittem a Bartók együttes próbatermébe, hogy nézze meg a gyémesi táncokat, mert arra akartuk csinálni az Almetrummal. És akkor hát ő oda bejött, besántikált a rossz lábával, körülnézett a tornaterembe, a Toldi gimnáziumnak a tornaterembe, meglátta a köteleket, ott lógtak, azonnal odament az egyikhez, és így csupasz kézzel szépen a mennyezetig felhúzódkodott, és vissza. Hát csak úgy néztünk rá. A felső testétől nagyon rendbe tartotta. És akkor leült szépen, megnézte a táncokat, lassú magyaros, sebes magyaros, kettős jártatója, sírülője, és akkor valóban összeültünk utána, és én adtam neki egy csomó eredeti csúlyogatást, amit ezekben a táncokban szoktak kiabálni, és aztán mi elmentünk Japánba. És ő közben megírta a verset, azt már úgy küldték nekünk levélben utánunk,
és hát be is mutatták a fesztiválon nagy sikerrel, úgyhogy én csak elindítottam, ő meg befejezte, megcsinálta a munkát. Hát azóta ez a vers nagyon érdekes pályafutást ért meg, mert hallottam már így, hogy szavaló versenyen szavalják, ami hát egy kicsit bénán szól, mert hát ezt nem lehet ugye elmondani, mint egy lírai verset, ez egy táncbéli táncszók, oda is van írva a címébe. Ezt bizony kiabálni kell, és úgy skandálni, ahogy a tánc ritmusa megköveteli. Adjon az Isten szerencsét, szerelmet forró kemencét, üres vékámba gabonát, árva kezembe porolát. Lámpámba lángot ne keljen, korán az ágyra tevernem, kérdésre választ ő küldjön, hogy hitem széjjel ne dőljön. Beszéljünk egy kicsit a helyszínről, úgy tudom, hogy itt Iszkázon is többet szer járt, sőt volt egy alkalom, amikor itt egy filmet is készítettek, ahol Nagy Lászlóval együtt gyűjtöttek is anyagokat. Igen, a Regülés című filmet, amit Székely Orsolya forgatott, ott két legyet akartunk egy csapásra, egyrészt őről a forgatni egy ilyen portrészerű filmet, mert akkor még a mama is élt, mindenki megvolt még a családból. Másrészt pedig ő megígérte, hogy összeszervezi nekünk az Iszkázi Regölést, meg azok a barátjai még mind megvoltak, akik ezt gyerekkorukban csinálták. És akkor hát a beszélgetések mellett fölvettük ezt is, ahogy a házból bekéreckednek, ezt a szabályosan végigcsinálták, mint egy néprajzi gyűjtést, és ezt a Orsi akkor felvette. Nagyon szép film lett belőle. Beszéljünk egy kicsit magáról a műfajról, az énekelt vers műfajáról. Ez mennyire régi, vagy mennyire új, mennyire kellett az 1970-es években, amikor önök elkezdték ezt a műfajt ismét felfedezni, az énekelt verset, mint műfajt? Ez egy történelmi műfaj, a költészetnek a eredeti formája évezredeken, merem mondani, keresztül az éneklés volt. Tehát énekkel használták a költők, énekre fogalmazták a szöveget, és hát azt ugye dokumentálhatom, Balassék korában még oda is írták a cím alá, hogy milyen nótára kell énekelni. Ez a legutolsó időkig működött, még Csokona is rendkívül sok ilyen verset írt, még József Attila is, de hát addigra már sokféle műfaj lett, és hát a némolvasásra is rászoktunk, és egyéb gazdagodása lett a költészet fájának. De ideje volt már egy kicsit előszedni megint az énekelt vers műfajt, mert nagyon sok olyan vers a mai költészetben is, amit bizony énekversnek gondolt el a költője, még ha nem is írt oda dallamutalást, de úgy lehet a legjobban megérteni. A műfaj természetesen korlátozott, tehát a mai költészetnek már annyi formája van, és annyi minden, tehát nem lehet minden verset zenére fogni, mert ez nem illik hozzá. De amelyik énekelt vers formában van írva, az bizony az követeli magának a zenét, és a múltra vonatkozó azt tudom csak mondani, hogy ezt valószínűleg úgy értelmezték az emberek, hogy ez egy emelt hangú beszéd. Tehát az, amit mi szavalásnak hívunk, de ez nem ilyen beszéddel történik, hanem énekléssel, és hát a régiektől azt nyugodtan elirigyelhetjük, hogy jobban hatott rájuk még a művészetnek ez a formája is. Nagyon át tudták élni ezeket az emelt hangú, szép lírai szövegeket, és
ahogy most visszavesszük ezt a műfajt megint, úgy látom, hogy ez működik továbbra is, és megérdemli a helyét itt a többi más műfajok között. Hangzó Helikon sorozat kiadásában 2010-ben jelent meg ugye a Nagy László kötet, ezen kívül van egy József Attila kötet is. Készül-e a közeljövőben még valami hasonló hangzóanyag? Hát mi szeretnénk, de a kiadók most már visszaökölnek, mert megszűnt a lemez piac, mint olyan, összeomlott, úgyhogy legfeljebb, ha lesz sok pénzünk, akkor névjegyként csináltatunk magunknak még egy újabb lemezt. Egyelőre most várunk. És van olyan, amin dolgozik jelen pillanatban? Vannak olyan költők, akiknek a verseit félre rakta, hogy majd egyszer, ha lesz ideje, lehetősége, akkor megcsinálják? Föl is van véve egy csomó. Hát egy olyan tervem volt, hogy az egész irodalomtörténetnek a régi korszakaiból is, tehát antik verseket, régi költők verseit, Balassi, Csokonai, föl is van véve egy csomó elvarakva, de hát most még várjuk az alkalmat és lehetőséget, hogy ezt én ezt iskoláknak szánnám egyébként, hogy a gyerekek könnyedében barátkozzanak ezekkel a formákkal, mert csupasz szövegként, zenei forma nélkül eléggé mesztelenek, úgyhogy sokat segít, ha ilyeneket hallanak hozzá. És úgy tudom, hogy óvodásoknak is szokott zenélni, óvodásoknak is készít műsorokat, és elmegy a gyerekek közé az óvodákba, a tornatermekbe, és ott is muzsikál. Persze, természetesen a fiatalság megnyerése az nagyon fontos. A kultúrának ez minden ágára vonatkozik, hogy ami gyerekkorban megismer az ember, azzal fog élni, amit meg nem ismer, az kimarad, és akkor hátrányos helyzetű lesz. Engem meg nagyon érdekel az, hogy úgy tudom, hogy a József Attila versek voltak az elsők, amikkel kezdte ezt az egész vers megzenésítést, és nagyon sokat dolgozott, nagyon sok verset zenésített meg. Van-e személyes kedvence abból a nagyon-nagyon sokból? Hát ezt így nehéz megmondani, mert nekem mindegyik a kedvencem. Inkább azt mondom már, hogy van néhány, ami nem sikerült, és azokkal nem dicsekszem. De amiket játszunk mostanában, és ez az 1968-as dalok épp úgy benne vannak, mint a legújabbak, azok a kedvenceim, azok azért játszom őket. Ha mindez volt, ahogy írva, hét ember két szája sírva, egy-ki teljes keben ringat, egy-ki kemény mellutánka, egy-ki elvett üres hedény, egy-ki győzni segít szegény, egy-ki dolgozik bomolva, egy, aki csak néz a holdra, világ sírköve alatt mi, a hetedik nem magad légy, a hetedik nem magad légy. Ta 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 ta